A Vác nemzetközi kupaszereplése miatt az első fordulóban elmaradt mérkőzését pótolta a két csapat, azok után, hogy a Magyar Kupában a Dunapartiak két héttel ezelőtt hazai pályán legyőzték a Kisvárdát. Az új edző, a montenegrói Vlatko Djonovic ezen a mérkőzésen ült először a várdai kispadon, ahonnan azt láthatta, hogy csapata jól kezdte a mérkőzést, az első félidő derekán már 5 góllal vezettek Tricsukék. A szünetre 3 gól maradt az előnyből, és a pihenő után sem sokat változott a játékképe. A váciak mindent megpróbáltak, de a lelkesen és harcosan kézilabdázó kisvárdaiaknál mindig akadt valaki, aki válaszolni tudott a felzárkózási kísérletekre. A mérkőzés végén egy gólos hazai sikert ünnepelhettek a szurkolók, az új edző pedig a két pont mellett győztes bemutatkozásának is örülhetett. I'm very happy about winning. Nagyon boldog vagyok, hogy győztünk, a Vác erős ellenfél volt, de mi ezúttal jobban játszottunk. Of course, I think my team can be better, and I. De a csapat még ennél is jobban tud játszani, és bízom abban, hogy ezt be is bizonyítják majd a lányok a jövőben. Can play better, especially in defense. A vendégek edzője szerint gyengébben játszottak annál, amire képesek, így megérdemelt hazai győzelem született. Sajnos nagyon dekoncentráltan kezdtük az első félidőt, mind védekezésben, mind támadásban, és ez rányomta a bélyegét szinte az egész első játékrésznek. Aztán talán tudtuk rendezni valamelyest a sorainkat, és megint visszajöttünk a mérkőzésbe. Itt az első fél időben a támadó játékunk az kifejezetten gyenge volt, és ott a talán lerohanásból, illetve a védekezésünk egy kicsit komplexebb, agresszívabbá vált, és ebből tudtunk aztán visszajönni. A második fél időben bizonyos periódusokban a védekezésünk, bizonyos periódusban a támadásunk volt jó, de sajnos nem állt össze teljesen a kép, és csak magunkat okolhatjuk aztán azokért a hibákért, amit elkövettünk, és ennek következtében nem tudtunk elhozni nem egy pontot sem. Az NBA tabellájának élén a Győr áll 28 ponttal, megelőzve a szintén 28 pontos Ferencvárost. A győzelmével már 11 pontos Kisvárda fellépett a tabella 7. helyére. A várdaiak vasárnap Kecskeméten lépnek pályára.